Igen, tisztelt elnök úr, uraim! Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére. Tulajdonképpen a kérdés megvitatását szerettem volna elérni, mint hogy azonban a legfelsőbb tanács e tekintetben már kinyilvánította akaratát, meg kell ezelőtt hajolnom. Tegnap óta a helyzet számunkra megváltozott. Hivatalosan tudomásunkra hozták a békefeltételeket. Érzem a felelősség roppant súlyát, amely rám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről elsőnek kell szólnom ezekről a feltételekről. De tétovázás nélkül nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek úgy, amint önök szíveskedtek azokat nekünk átnyújtani, hazám számára lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanoknak látszanak. Önök felszólítottak bennünket, hogy tegyük meg észrevételeinket. Ezek közül egy-néhányat már a békefeltételek átvétele előtt bátorkodtunk eljuttatni önökhöz. Reméljük, hogy meg fogjuk győzni önöket. Olyan közös álláspontot keresünk, amely a kölcsönös megértést lehetővé teszi. És uraim, ezt az álláspontot már megtaláltuk. Ez a nemzetközi igazságosságnak a népek szabadságának nagy eszméje, amelyet a szövetséges hatalmak oly fennen hirdettek. Továbbá a béke, a stabilitás és az európai újjáépítés nagy, közös érdekei. Nem titkolhatjuk el megdöbbenésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága miatt. E megdöbbenés könnyen magyarázható. A többi háborút viselő nemzettel, Németországgal, Ausztriával és Bulgáriával kötött béke feltételei minden esetre szintén szigorúak. De közülük egyik sem tartalmazott olyan a nemzet létét érintő területi változtatásokat, mint azok, amelyeket nekünk akarnak megszabni. Magyarország számára ez azt jelenteni, hogy elveszíti területének kétharmad, és népességének majdnem kétharmad részét és hogy a megmaradt Magyarországtól megvonják a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételeit. Így nehéz és rendkívüli helyzetet látva felmerül a kérdés, hogy a fent említett elvek és érdekek mely szempontja váltotta ki ezt a különleges szigorúságot Magyarországgal szemben. Talán ítélethozatal lenne ez Magyarország ellen? Önök, uraim, akiket a győzelem a bírói székhez juttatott, Önök kimondották egykori ellenségeiknek, a központi hatalmaknak a bűnösségét, és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre állítják. Ám legyen. De ez esetben a megtorlásnak úgy vélem arányban kellene állni a bűnösség mértékével. És mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb, és már a létét is veszélyeztető feltételekkel, azt lehetne hinni, hogy az összes nemzetek közül éppen Magyarországot tekintik a legbűnösebbnek. Uraim! Mindenek előtt úgy vélem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel, és csak részleges befolyást gyakorolhatott az osztrák-magyar monarchia ügyeire, és amely nemzet ezt, mint a legutóbb nyilvánosságra hozott okmányok bizonyítják, fel is használta arra, hogy helytelenítse azokat a lépéseket, amelyeknek a háborút elő kellett idézniük. Nem hiszem továbbá, hogy ítélettel állunk szemben, mert hiszen az ítélet oly eljárást tételez fel, amelyben a felek egyforma körülmények között hallgattatnak meg, és egyforma lehetőséget kapnak érveik kifejtésére. Már pedig Magyarországot mindedig nem hallgatták meg, lehetetlen tehát, hogy a béke feltételek ítélet jellegével bírjanak. Menjünk azonban tovább, és tekintsük a Magyarország romjai megnövekedett államokat. Megállapíthatjuk, hogy nemzetiségi szempontból ezek is éppen úgy, vagy talán még inkább megosztottak lesznek, mint az egykori Magyarország. Nem látom be, hogy a nemzetiségi elv, a nemzeti homogenitás elve nyerne ezen feldarabolás által. Egyetlen következménye volna ennek, amelyet bátor leszek megemlíteni, anélkül, hogy bárkivel szemben is támadó szándékom lenne. Csak egyszerűen megállapítani kívánom azt a tényt, hogy a következménye a nemzeti hegemóniának átruházása lenne oly nemzetiségekre, amelyek jelenleg többnyire alacsonyabb kulturális fokon állnak. Sorra vettem, uraim, az elveket amelyek a békefeltételek megállapításánál számba jöhetnek, és megállapíthatom, hogy nem tudtam a nemzetközi igazságosság, a nemzetiségi és a népek szabadsága elvének oly alkalmazását megtalálni, amely a nekünk felajánlott béke indító okait kellőleg megvilágította volna. Ez a terület, amely Magyarországot alkotja, és amely jogilag ma is Magyarország, századokon át rendkívül fontos szerepet játszott Európában. Különösen Közép-Európában a béke és a biztonság fenntartása tekintetében. A történelmi Magyarország Európában egyedülálló természetes földrajzi és gazdasági egységgel rendelkezik. Területén sehol sem húzhatók természetes határok, és egyetlen részét sem lehet elszakítani, anélkül, hogy a többiek ezt meg ne szenvedjék. Ez az oka annak, hogy a történelem tíz századon át megőrizte ezt az egységet. Önök visszautasíthatják a történelem szavait, mint elvet egy jogi konstrukció megépítésénél, de a történelem tanulságát, amelyet az ezer éven át hangoztatott, figyelembe kell venniük. Nem a véletlen, hanem a dolgok lényege nyilvánul meg ebben. Magyarország az organikus egység minden feltételével rendelkezik, Egyet kivéve, és ez a fai egység. De az államok, amelyeket a békeszerződés értelmében Magyarország romjai népítenének fel, szintén nem rendelkeznének a fai egységgel, az egység egyetlen olyan elvével, amely Magyarországnak nincs meg. És hozzáteszem, hogy az egység egyetlen alapelvével sem fognak bírni. Az alakítandó új államok átvágnák a földrajz természetes határait, megakadályoznák a hasznos belső vándorlást, megszakítanák a tradíció fonalait. Nem jogosult-e tehát a félelmünk, hogy itt az állandóságnak kipróbált oszlopa helyett a nyugtalanságnak újabb fészkei fognak keletkezni. Előszeretettel vádolnak meg bennünket azzal a szándékkal, hogy a kérdések nekünk nem tetsző elintézését erőszakkal fogjuk megváltoztatni. Távol állunk, uraim az ilyen esztelen tervektől. Mi reményeinket az igazságnak és azoknak az elveknek morális erejére alapítjuk, amelyekre támaszkodunk. És amit nem tudunk elérni ma, annak megvalósulását a népek szövetségének békés akciójától várjuk. Ezt kielentem, nehogy szavaimban gyerekes és fölösleges fenyegetést lássanak. De kijelentem azt is, uraim,. Hogy olyan mesterséges rendelkezésekkel, mint amilyeneket a békeszerződés tartalmaz, Európának ebben az általános béke szempontjából oly fontos és sokat szenvedett részében nem lehetséges békés politikai helyzetet teremteni. Közép-Európát a keletről jövő veszedelmekkel szemben egyedül a történelmi magyar terület stabilitása tudja megőrizni. Önök felhozhatják, mint döntő tényezőt a győzelmet és a győzők jogait. Elismerjük ezeket, uraim, készek vagyunk vereségünk váltságdíját megfizetni. De ez lenne az újjáépítésnek egyedüli elve? Az erőszak volna az egyedüli alapja az építésnek? Az anyagi erő lenne az egyedüli fenntartó eleme annak a konstrukciónak, amely összeomlóban van, mielőtt az építés befejeződött volna? Európa jövője igen szomorú lesz ebben az esetben. Nem hiszük, uraim, hogy a győztes hatalmaknak ez volna a mentalitása. Ezeket az elveket nem találjuk meg azokban a nyilatkozatokban, amelyekben önök megállapították azokat az eszméket, amelyeknek győzelmért harcoltak, és amelyekben megjelölték a háború céljait. Bízunk az önök által meghirdetett eszmék őszintességében. Méltánytalanság volna önökkel szemben másképpen gondolkoznunk. Bízunk az erkölcsi tényezők erejében, amelyekkel ügyünket azonosítjuk. És azt kívánom önöknek, uraim, hogy fegyvereik dicsőségét szárnyalja túl annak a békének a dicsősége, amelyet önök a világnak adnak. Mielőtt szavaimat befejezném, hálásan köszönöm, uraim, hogy alkalmat adtak nekem álláspontomnak élő szóval való kifejtésére, és hogy beszédemet oly jó akaratú és állandó figyelemmel kísérték.